tempólökés, felső fehér jobb. Lengyel kezdi a meccset. Ez egy érdekes mérkőzés volt, amit Miki is említett, hogy Shane Van Böninget, a 9-es aktuális világbajnokát verte meg. 6-3-ra vezetett Sum magabiztos játékkal, és aztán kiegyenlített az amerikai, és ott egy kicsit úgy látszott, hogy akár meg is remeghet a hongkonginak a keze, de nem remegett meg, és a 13. rekket megnyerte. Fortuszki először a 16 közé jutásért Jason Shaw-t verte, az már eleve egy nagy skalp. Aztán jött a US Open 9-es döntőse, a szingapúri Aloysius Yap, akit 7-4-re vert. Tuszkitól bocsássak, csak ugye itt a 3-as nem nagyon lehetett elpakolni. A negyed döntőben pedig jött a spanyol Francisco Sánchez Ruiz, akit 7-4-re vert, tehát nem volt szoros meccse Fortunskinak, de mind a három ellenfél az nagy skalpnak minősül hozzá képest. És preesik! Ez mekkora lökés volt, te jó ég! Ezt senki nem gondolta volna. Gyönyörűen kiszámolt. Az biztos volt, hogy két falról eltalálja a pirosat, de hogy pont így. Na, mit tud kezdeni a négyessel? Extension, please. Ma szétlök. Igen. Megemeli a dákót, kell bele balforgató. Nagyon lassan kell löknie, hogy forogjon az a golyó. Forgott, csak nem esett be. Ugye 2012-ben, amikor Lengyelország rendezte a Whirlpool Masters-t, akkor két lengyel játszotta a döntőt, Karol Skoverski és Mateusz Negocki, tehát nem ő. Hibátlan a tempó. Többszörös lengyel bajnok, Fortunski. Tízesben kétszeres Európa-bajnok, és 2016-ban nyert egy Eurotourt a 30 éves lengyel. Ezt nem hiszem el. Ezt elhiszed? Egy zicsert így kihagyni, te jó ég! De szinte mondhattam volna azt is, hogy ez csukott szemmel is simán belöki. Picit túlnyesi, rálöki a csücsökre. És ez egy ajándékrek Lohosszúznak.
Hihetetlen. Második rek. Szom kezd. Három golyó bent. És beáll ide a hetes? Igen, nem sok mindent tud kezdeni az egyessel. De pont az egyesen kapott még egy koccot a fehér. Meglift vagy megvonat? Na nem, ott nem tud. Nem tud, el tud menni? Ha valami jó safety-t kéne lökni, vagy valami push-outot, de... Marcel Eckhart a játékvezető. És ez egy picit, mintha erős lett volna. Extension. Extension, please. Igen, mert itt ha a jobb alsóban nyesné, a 9-es is mozdul, és akkor már senki sem tudja, hogy hova megy a fehér. Pedig ugye a 2-es lenne a folytatás. És ez így szép. Jól érezte, hogy meg tudja fogni, meg tudja állítani a 9-es golyón a fehéret. Na de még van most egy 5-ös, 7-es kombia, amit értékel, hogy lenne az a legkönnyebb. Ez tökéletes. Ez itt tökéletes. Megint a fehér pozícionálása okoz gondot. Tökéletes, gyönyörű. Ez csak nem hagyja ki. Ez se nehezebb, mint az előző volt, illetve ez se könnyebb, mint az előző. De megvan az egyenlítés. És nem hibázza. Ez egy dry break, nem esett nem, semmi. Nem, jó, igen. Push out called. Negyedik. Vagy az ötödik olyan kezdés itt a versenyen, hogy nem esett golyó. Meskel, your choice.
Play again, please. Nem kéri. Megpróbálta belökni, de nem jött össze. Ez gyönyörű. Ezzel nem tud nagyon mit kezdeni majd. Hát a jobb oldali hosszú falról el tudja találni, csak hát ugye itt mindig az a nagy kérdés, hogy hagyja állást. Jól érezte a tempót Fortunski. És itt a probléma. Igen. Hát szólnak probléma, de Fortunskinak nem, ez hát igen. Tetszik, amit kapott. Megindulhat. Extension. Extension, please. Azt nézi, a kettest hova lehetne belökni, mert ugye a bal középre sem jó, meg a bal felsőbe sem. Sőt, a jobb felsőbe sem. De ide alulra, igen. Igen. Hát így már könnyű, mikor oda viszi a fehéret, hogy hova megy a kettes. És? Jó, ez így. Így erős. Begurult. Nagyon begurult. Erős a négyesre. Begyeshető persze, de hát ne feledjük, hogy a négyes fölött ott van a lila, ami a folytatás. Ez csak egy safety. Jó, ez így. Szépen bebújt oda a fekete mögé. Igen, úgy kéne valahogy eltalálni. Találat megvan, de állást hagyott. Nem lett nagy baj, hogy picit hozzáért a heteshez.
szépeket pozícionál. De ez az első kihagyott 9-es, az még mindig nem tudom megérteni. De hát ő is ember. Tökéletes. Nem, ezért most ne kiabáljuk el. 2-1. Így tehát Fortuszki az első három játékot követően előnyben, mit hoz a folytatás, az pedig rövidesen kiderül. És hogy kész az ellenfele, az pedig kiderül. Hát hogy rövidesen, ahogy egy picit várni kell, azt nem tudom. Minden esetre a lengyel Fortuszki 2-1-re vezet, és ő kezdheti a negyedik reket, a negyedik játékot. Zöld elment, ha jól látom. Az biztos, hogy hiányzik. Szépen. Viszont nem nagyon nincs folytatás most jelen pillanatban. Nem olyan könnyű az az egyes. Nincs bent, de hol áll meg a fehér? Ez kijött, hogyha jól látom. Én is úgy látom, hogy ott hagyta Sumnak. Extension, please. És ez jó így. Szépet pozícionált két falról. Kicsit sokat gurult a fehér.
szinte a falon, a fehér. Szépen pozícionált. Igen, küszöbön az egyenlítés. Ő ezt is csinálja. 2-2. Lengyel drukkereket mindig láttunk, most is vannak. Csak a négyes. Hogy áll az egyes. Nincs folytatás. Igen, látszik, de mégsem ideális. Szépen beállt a 8-as alá. Igen, ez most néz ki, ez is lehetnek egy jó darabig. Hát talán ugratnia kéne Fortunskynak. Extension. Extension, please. Kérje a türelmet. Az idő kell. Ne nézzük az ugratást. Az ugratás szép volt. Viszont ott marad a sárga. Rizikós az a jobb alsóba. Akad a négyes a feketén. Vagy ha nem akad, akkor valami safety. Igen. Hát annyira nem lett ez safety. Elfér? Hát, talán. Határeset. Nem tudja találni, hogy ott a 9-es és a 5-ös között elbújjon az 1-es. Igen. El tudja találni. Igen, de jön a 2-es. De hát mi lesz a 2-es, igen. Folytatódik a safety-zés. Itt látjuk, azért bőven volt hely.
szép, bent az ötös. És a elmegy kettes is. És a hármas. Megvan a hármas. Szép! És milyen jó a tempó! Na, ez is már összejön. 3-2. Volt egy 9-es. 11 labda. Labda? Oh, jó. És itt a brigád. Az angol kommentátor csak stílusosan a vesztesek padjának titulálta. Kiválóságok ültek, hogy akik korábban búcsúztak. Igen. Az előző fordulóban a tornától. Egy golyó. De megint csak nincs igazán folytatás. Bevegy. Ez szép volt. Az egyesről ugye? Még van az ötös. Extension, please. Az nagyon nem könnyű középre belökni. De lökheti a hosszúba is. Szép volt. Teljesen precíz volt, ahogy beesett a lyukba. Jöhet egy nyesés. És nem megy be. Igen, mert látjuk, hogy tripla tempóval tudott volna csak jót hagyni magának a hármasra. Nézzük meg fejlőd. Egy fal, két fal, három fal. Túlnyeste.
szűkek ezek a 4 incses lyukak. De soha nem játszottak még ilyen szűk lyukú asztalon. Ugye a korábbiakban egy-két játékos mondta, hogy gyakorolt rajta. Extension. Hát gyakorolt ilyen nagyon szűk lyukú asztalon. Ez gyönyörű. Belökés is, meg a pozícionálás is. És újra egyenlő. 3-3 bizony szoros, úgyhogy gyakorlatilag semmi nem dőlt el. Szépen pihenünk is egy picit, aztán jövünk vissza a folytatással. Bankeri 7th rack. We all squared 3 racks each. 3-3-ról jön a folytatás. És miután az utolsó racket Lo-ho-sung nyert, ezért ő kezd. És nem látja a kettest. Egyes, hármas, négyes bent. És ez hihetetlen, ez a három golyó, hogy itt meg tud állni nagyjából egy kupacban. Az 5-ös, 6-os, 7-es. És persze pont a fehér és a 2-es között. Lehet, hogy vékonyan el lehet találni, de azzal nincs előrébb. Your choice. Lennék lepve, ha nem kapná vissza. Hát igen. Látja belökhetően. És be is löki. Be is löki, és az 5-ös is szabadon, mert nem könnyű. Hihetetlen 5 golyó van az asztalon,
egyik helyen kettő, a másik helyen három. Extension, please. Az jó kis safety. Megkapta a leckét. Zoom. Jöhet kézből a Fortunski. Start a clock, please. Jó a szög, hogy átmenjen az asztal bal oldalára. Ó, kicsit pattanhatott volna többet. És akkor Fortunski vezet 4-3-ra. Soha nem volt két rekkes különbség. 1-0 volt Sumnak, és onnantól kezdve pedig fordult a kocka, mindig a lengyel vezet, és a hongkongi egyenlít. És nem esik semmi. És ezen a meccsen a második olyan kezdése volt ez Fortunskinak, hogy nem esett golyó. A harmadik regben, meg most itt a nyolcadikban. Extension, a tempó. Megélök.
És ha látja, be tudja nyesni középre. Hát ez így nagyon nem jó. Picit vastag lett. Pozíció négyesre. Így is jó, független attól, hogy elakadt a 8-asban. Extension called. És így belökhető a hetes. És megint tud egyenlíteni ló hosszú. Kelly Fisher. Ő is tartalék volt.
két tartalékot frack, tudtak úgymond játékba engedni. Vízum problémák miatt. De voltak vagy hatan tartalékok. Hol áll meg az egyes? Ő sem hiszi el. A hármas bent, aztán a hatos. És megállnak így a golyók. Ez az ötös, hetes. Nem lehet belökni a sárgát, csak eltalálni. Extension, please. Extension called. Kicsit nyögvenyelősebb mérkőzés ez, mint az előző, a Filler-Kopinyi találkozó. Extension, please. Lesz a négyessel. Mit fog rá terelni Fortunski? Hát nem néz ki jól. Könnyű belökni a négyes, de az ötösre. Ötössel semmit nem tud kezdeni. Bevállal egy fal közepet. És jó az egy fal közép. És szerintem lökhető a hetes is. És még a nyolcas is megoldható. Thank you.
megint vezethet Fortunski. És vezet is, és ez azt jelenti, hogy megint nála az előny. Hát aztán, hogy ez mire lesz elég, az persze kérdés. De hát ezzel most nem foglalkoznak Fortunskijék. Megnyernél az előnyöt, négyre vezet. De nagyon szoros a dolog, és azért eléggé fordulatos a meccs. Nézzük a folytatást. Soha nem volt két rek különbség. Az elsőt Szum nyerte, majd 2-1-re vezetett Fortunski, és azóta mindig úgy megy, hogy ő nyer egyet, és a hongkongi egyenlít. Hát vajon most lesz egyenlítés Szumtól? Szépen bebújt a kettes mögé, megvan a feladat Szumnak. Extension called. Kell egy kis plusz idő. Nagyon nem lenne jó, ha Fortunski kézből jöhetne. De nem jön kézből, mert talál. Extension, please. A szép az a nyesés. Csak safety. Hát ez nem lett igazából jó safety. Ez nyeshető. Elnézést kér, akaraton kívül is javított az álláson. Pedig innen már könnyű.
kicsit jöhetett volna gyorsabban a fehér, de nincs gond. Szép. Ismét tudok egyenlíteni, Lohosu. 5-5. Mindenek nagyon fontos, de a következő a 11. Ott eldőlhet sok minden? Hát igen, ott akkor egy lelki békét kapsz, ha nálad az előny 6-5-re. Persze ez nem azt jelenti, hogy akkor az garancia, hogy te nyerted az elődöntőt és döntőt játszhatsz. Aki itt veszít, 7500 dollárt kap. A bajnok 25-öt, az ezüstére meg 13 000 ér. Az összpénzdíj pedig 100 000 amerikai dollár. Meg hát aki megnyeri, ugye az 6-5-re vezet egyrészt, másrészt övé a kezdés joga. És láttuk már, ez sokszor működött, függetlenül attól, hogy éppen ezen a meccsen Fortunski kezdett kétszer, úgyhogy nem esett golyó. Thank you, the 11th rec. Lower sum to break. 5 recs each. 5-5-ről. Tehát, ugye a tulajdonképpen lassan a végjáték. Jól néz ki, 6-os beesett. Egy kicsit fékezni kell a fehéret az ötös miatt. Extension, please. Extension, please.
mennyire tud lefelé jönni a fehérrel. A lehető legjobbkor veheti át a vezetést a hosszún ebben az elődöntőben. És megvan. És így egy játékra kerül a döntőtől. Jól áll nagyon a szénája, debütálóként. Az ace Dennis Grabét győzte le 7-4-re, után az amerikai Shane Van Böninget 7-6-ra, és aztán a kuwaiti Abdullah Al-Youssefet 7-6-ra. Itt egy kis statisztika. Hát nem sok végiglökés volt, ugye a lengyelnél egy, Lónál kettő, Lohosszúnál. És ott a jobb alsó sarokban a biztonsági hibák, 5 az sok. És mégis ő vezet 6-5-re. Na jön a 12. rek. Thank you, rec number 12. Lo Ho Sum is breaking on the hill, leading by 6 racks to 5. Zöld hiányzik, de lökhető az egyes. Majd nem túl nyeste. Extension. És mehet, de ugye a hármasra kell valamit kitalálni. Igen, de nincs nagyon szög, meg azért van ott egy zavaró tényező. Az ötös golyó. Ez szép. Szép, szép. Ez jó szép. Így. Na, de át kell menni a túloldalra a négyesért. Thank you.
izzad a kezel. Hát igen, mert viszonylag közel van a döntő most már, mert azért ez nem egy nehéz asztal innentől kezdve, de persze ki tudja, hogy egy picit arrébb, nem olyan szögben, vagy nem úgy találja el. Eddig úgy tűnik, hogy minden megy a maga útján, szépen rááll a hetesre. Úgyhogy gyakorlatilag azért ez nagyon nagy dolog debütálóként. Eljutni a döntőig. Így van. Hiába vezetette hát Fortunskit többször is, és még 5-4-nél is nála volt, az ön is kezdhetett. Lengyelnek túl nagy falat volt ez egyenlőre, úgy tűnik, de azért várjuk meg a végét. Gyönyörű, 8-as. Gyönyörű. És gyönyörűen visszajön a 9-esre, és ezzel is zárhatja Lawson a második elődöntőt, és gyorsabb fillerrel finális. 4 meccset megnyerve jutott el a debütáló Lawson a döntőig. Bizony, Joshua Filler tehát, és Lawson játssza majd a döntőt. Pici pihenő és reklám után, és tudjuk, ezt is majd természetesen megnézhetik. Eredeti kommentárral, mert ugye elég késő van már. Laci, én köszönöm szépen nem csak a majd, hanem az egész hosszú étvégés itt létedet is, és aztán 2 hét múlva úgyis találkozunk. Igen, így lesz ez. Köszönjük szépen, további kellemes estét, akik fönnmaradnak, azok élvezzék a döntőt, akik pedig nyugodóra térnek, jó éjszakát. Jó pihenés, viszont hallásra.